Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Sepsi Szent Györgyön. Köszönöm szervezőinek a meghívást és a lelkes közönségünknek a megjelenést. Kezdjük mai dharma beszédünket is a szokásos mantrával, amely az univerzum a maga tisztaságában Om Nam 7-szer. Om Nam. Om Nam. Om Nam. Köszönöm szépen. Mi a zen? Mi az, ami ma este idehozott? Mi az a tudat, ami túl van életen és halálon? Ez a három kérdés valójában egy kérdés. Ha megtapasztalod a gondolkodás előtti tudatot, akkor ebben a pillanatban felébredsz. Ha nem, akkor az illúziók között maradsz. Az ember ezen a földön a legérdekesebb lény. Nem a legcsodálatosabb, nem a legjobb, nem a legrosszabb, az egyik legérdekesebb lény. Nézd meg, miből vagyunk összegyúrva. Testből, lélekből, szellemből. Van egy testünk, ami elképesztően múlandó, feltételekhez kötött, és tökéletlen. Van egy lélek, amelyik átérzi, átgondolja, tapasztalja mindezt, és vágyik az öröklétre, a szabadságra és a függetlenségre. Hogy tudjuk ezt a kettőt egyeztetni? Az első és legfontosabb lépés az, hogy hagyjuk az ellentéteket így, ahogy vannak, és rájuk látunk. Nem döntünk egyik oldalra sem. Egyensúlyban igyekszünk maradni. És ahelyett, hogy intellektussal vagy érzelmekkel megpróbálnánk eldönteni az öröklét és mulandóság kérdését, a tökéletesség és tökéletlenség kérdését, a szabadság és függőség kérdését, ahelyett rálátunk arra, hogy valójában itt mi van ezen a földön, mit hoztunk mi ide a lelkünkben, és a tiszta szellemünk tapasztalásával, a tiszta buddha természetünk használatával mit tudunk ezzel kezdeni. Nagyon sok hasonlatot használtak tanítók az elmúlt 2500 évben, de az egyik az nagyon régóta használatban van, és nagyon hasznos. Képzelj el egy asztalt terítve a legfinomabb ételekkel és a legízesebb italokkal. Az emberek az asztal körül ülnek, gyönyörű, magas teremben, a felszolgálók mindent felhordtak, de az emberek karjára elég hosszú nyelű evőeszközök vannak kötve. Elérik a tálakat, tudnak belőle szedni, de mivel a karjukra van kötve a hosszú nyelű kanál és villa, nem tudják magukat szépen táplálni. De minden áron megpróbálják. Sehogyan sem megy. Harcolnak az ételért, megpróbálják letörni az evőeszközöket, megpróbálják valahova berakni, hát, hogyha utána szájukba esik az a falat, és nem megy. És káosz van, szenvedés van, kizökkentség van. Szanszkritul ezt az állapotot dukkának hívják, ami a kizökkentség és szenvedés szanszkrit fogalma. Aztán egyszer csak valami változik ebben a szobában, ahol a terített asztal mellett éheznek az emberek, és a teletöltött poharak mellett szomjan halnak az emberek, és rájönnek, hogy ha vele
szembeülőt elkezdi táplálni, akkor mindenkinek jut. És részesítjük egymást abból a gazdagságból, amelyet ez a föld felkínál. Csak egyetlen egy dolognak kellett átfordulni, hogy a másik embernek segítsek. Hogy a másik ember fontosabb lehet, mint én. Nem mindig, de van olyan, hogy fontosabb, mint én, és vegyük észre, hogy mikor történik ez. Ekkor a tudat minősége megváltozott. Nem pusztán magára gondolt, hanem a társára, a társaira, sőt, talán az összes érző lényre ezen a földön. Ezen kívül a földre magára, mint az egyetlen egy bolygóra, ahol létezni tudunk, amely véges, határos és rendkívül tiszta visszajelzést ad arról, hogy mi emberek mit csinálunk itt. Nagyon sok iskolának, nagyon sok embernek szilárd elgondolása van arról, hogy ez a föld milyen hely. Van, aki nagyon rossz helynek gondolja. Van, aki nagyon jó helynek gondolja. Van, aki az embert gondolja legcsodálatosabbnak. Van, aki az embert gondolja legszörnyűségesebbnek. Az igazi kérdés az, hogy látjuk-e valójában az ok és okozati összefüggést ember és világ, ember és ember között? Ez a kérdés. Ha nem látjuk, akkor a tudatlanságunk és téves nézeteink függvényében szenvedést hozunk létre, és szenvedést tapasztalunk. A Föld rendkívül tiszta tükör az ember és emberiség számára. Pillanatok alatt megjelenik a visszajelzés. Ha beszennyezem a vizet, szennyezett vizet fogok inni, szennyezett vízzel fogok mosakodni. Ha beszennyezem a földet, szennyezett ételt fogok enni. Ha beszennyezem a másik lelkét, akkor csak ítéletet, dualitást, szenvedést fogok tapasztalni. Ha engedem, hogy valaki beszennyezze a lelkemet, akkor én is ugyanezt fogom kényszerből visszaadni. Hogyan nem válunk mások következményévé? Hogyan tartjuk meg szellemi önállóságunkat? Hogyan tartjuk egészségesen a lelkünket? Ez a három kérdés megint egy pontba mutat. Az alapkérdés tehát az, hogy tapasztaljuk-e a lényeget, azt a tiszta önvalót, amely magunkban és másokban közös, ahol az alfa és az omega találkozik, ahol a jó és a rossz még nem vált szét, ahol a világot és magunkat a magunk ilyenségében, tiszta mi voltában tapasztaljuk. Erre a kérdésre a válasz az, hogy ha csak a saját gondolkodásunkat, megszokott érzelmeinket és szokásainkat követjük, akkor ez nagyon ritkán lehetséges. Teljesen megvilágosodott karmát az elmúlt pár ezer évben nagyon kevés ember hozott le, és még őnekik is gyakorolni kellett, Krisztusnak is el kellett menni keletre, ki kellett menni a pusztába, a sivatagba, Buddhának 6 évig kellett gyakorolnia, nagyon sok megvilágosodott vonalat követő újraszületésnek több év munka volt az, hogy az egyszeri inkarnáció érzékszervi kötöttségeit leküzdje. Tehát óriási munka a születés, ne pazaroljuk el. Óriási munka a felnövekvés, lássuk meg az irányát. Óriási munka tudatosodni, ne veszítsük el a tudatosságunkat és a tisztánlátásunkat. Tehát láss tisztán, hajj tisztán, gondolkodj tisztán, érezd tisztán. Ezt a tisztánlátást már nagyon sok zenmester tanította, és Sung San zenmester tanítom egy olyan koant hagyott ránk, amely mindenkit segít ezen tisztánlátás elérésében. Az a címe, hogy csak láss. Ha meg akarod látni a Buddhák birodalmát, akkor tartsd meg a tiszta, térszerű tudatot. Engedj el minden gondolatot és vágyat. Engedd, hogy a tudatod bármit megéljen ebben a pillanatban. Hogyan tartod meg a tiszta tudatot? Ha nem menne, hallgasd a következőket. A megvilágosodás természete. A felső birodalmakban vannak a Buddhák, alattuk a létesülés 6 világa. Egytől egyig minden jelenség teljes. Egytől egyig mindenben megvan. A por és a lényeg áthatják egymást. Már mindenben nyilvánvaló. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá, egyszerű, világos.
Látod? Hallod? Már tisztán látsz. Már tisztán hallasz. Ez a bot, a hangja és a tudatod. Azonosak vagy különbözőek? Ha azt mondod azonosak, 30 ütést kapsz. Ha azt mondod különbözőek, akkor is. Miért? 3×3=9. Kérdések. Hogyan tartod meg a tiszta térszerű tudatot? Értsd meg, láss rá. Egyszerű, világos. Ez mit jelent? Mit jelent az, hogy 3×3=9? Kommentár. Tavasszal sok virág nyílik. Nyáron zöldelnek a fák. Őszre megérik a gyümölcs. Télen hideg van. Kezdetben 4 lábon, azután 2 lábon, utána 3 lábon, végül 1 lábon sem. Ezek mit jelentenek? Érted? Ha nem, kérdezd meg a kőleányt. Nagyon szép választ fog adni. Amit most hallottunk, az egy zen koan volt, koreaiul kongan, és ezek azok az esetek, vagy történetek, amelyek a gondolkodást meghaladják. A tisztánlátást tanítják, ahelyett, hogy a gondolkodásodat erősítenék. És ezért intellektussal nem érthetőek. Vagy csak részben érthetőek, vagy tökéletlenül érthetőek, és ami az intellektusodban szokásként bent van, az itt kijön, amikor kapcsolatba kerülsz vele. Ha rejtély keresésére vagy hajlamos, akkor rejtélyest látsz benne. Ha türelmetlen vagy, akkor irritál. Hogyha tökéletes értést keresed, akkor mindig valami hiba csúszik a gépezetbe, mert érzed, hogy nem tudod gondolatokkal átfogni. Van olyan koan, amely érzelmeiddel teszi ugyanezt. Belegázol a szívedbe. Vagy éppen úgy tűnik, hogy simogad, de aztán mégsem. Ezek azok a történetek, amelyeket a karmád felhasználásával nem tudsz megoldani. Nincs olyan gondolati szokás, nincs olyan érzelmi minta, amelyekkel ezeket, a kapukat ki tudnád nyitni. Hogyan lehet tehát ezt? Hallottál a tiszta térszerű tudatról? Hallottad a zenbot ütését? Amikor az ütést hallod, egy pillanatra nem gondolkodsz. Amikor a kiáltást hallod, ugyanez. Akkor letisztul a tudat, és a következő pillanatban ugyan újraindul a gondolkodás, újra folynak az érzelmek, de volt egy pillanat, amikor nem ez történt. Ha ez a pillanat elmélyül, kitisztul és meghosszabbodik, akkor az intuíciód elkezd működni. Itt nyugaton nagyon sokan összecseréljük az intuíciót az érzelmi intelligenciával, vagy a gyors, okos intellektussal, hogy gyorsan és kielégítően tudunk intelligencia tesztekre válaszolni, vagy megérezzük egy kicsit, hogy mi van a másikban. Ez pusztán intelligencia a felső csakrák valamelyikével. Az intuíció viszont a köldök csakrához köthető energetika és tudatállapot, ahol az egységtudat nem bomlik fel attól, hogy beszélsz, cselekszel, gondolkodsz és érzel. Ahol a tükör mozdulatlan marad, bármilyen tárgy kerül elé. Ahol a cselekvés közben belül megmarad a nem dualisztikus állapot. És ekkor az intuíció elkezd működni. Ekkor a legváratlanabb pillanatban a tudattalanodból előjön a megoldás egy olyan kérdésre, amelyet már rég elfojtottál, vagy elfelejtettél. Kimész az erdőbe sétálni, meghallod egy fenyőtoboznak a recsenését, és azt mondod, megvan. Mert belül valami megnyílt. Belül egy fal leomlott. Egy addig zárt ajtó kinyílt. És akkor rájössz, hogy medve volt a közelbe, és gyorsan menni kell. A zen tehát nem strukturális, rendszeres, intellektuális tanulmány, tudván azt, hogy a szerzetesek és világiak Ázsiában nagyon sok szútrát tanulmányoznak, nagyon sok intellektuális struktúrát építenek, de csak azért, hogy meghaladják. Van egy olyan koan kérdés, amely így szól. Felmásztál az 50 méter magas pózna tetejére.
Hogyan teszel még egy lépést? Na most nehogy azt lássam, hogy a holnapi workshop után villanypóznákra másztunk, mert az nem jó. Tehát nem úgy oldjuk meg a kuant, hogy lemásoljuk. Vannak lemásolhatatlan kuanok, és amit le tudnál másolni, azt se tedd. Belül old meg. És hogyha belül megoldottad, akkor a külső helyzeteid, a külső megoldatlanságaid is elkezdődnek megoldódni, és a mesterek 1200-1500 éve már látták, hogy nem olyan történeteket kell hátrahagyni, amelyeket te mechanikusan átültethetsz a mindennapi életedbe. Mert akkor torzulatokhoz vezet. Tehát a lélek tisztulását, a szellemnek, az erősödését kell a kuan gyakorlatnak elősegítenie, és ezzel a saját problémáidat is jól meg tudod oldani. Honnan tudod, hogy megoldottad? Onnan, hogy nem termelődik újra. Honnan tudod, hogy jól gyomláltál, hogy az a gyom még egyszer nem nő ki újra? Mert gyökerestől kiszedted. Tehát ha alapos a probléma megoldása, akkor a szokásaid már nem termelik újra ugyanazt. Mi történik? Jön a következő. De az már más. És örülsz, hogy az egyiket sikerült megoldani, és amikor az elvárásaink nem teljesülnek, és az a frusztráció a problémánk, akkor azt is megoldjuk. Jó? A zen tehát meghaladja az írásokat, nem támaszkodik rájuk, bár nagyon sok könyvet olvas a zen tanítvány. Csak egy idő után rájön, hogy akármennyit tanul, egy idő után körbeforog. Szépen körbe-körbe az intellektuális ismeretek mezején, és nem megy a tapasztalat hegyére. Tehát elkezd gyakorolni valamit. Megpróbálja megtalálni azt a forrást, ahonnan jönnek azok a szavak. A finom kis édességboltból megpróbál bemenni a csoki gyárba. De aztán kiderül, hogy a csoki gyár az nem édes. Ott beton van, meg fém, meg műanyag, meg fa, és emberek jönnek, mennek, és viszik a masszát, meg a tölteléket, meg a csomagolóanyagot. A csoki gyár az nem édes. És rájövünk, hogy hát a tapasztalat is olyan, hogy jó, itt vagyok a gyárban, mit tehetek? Hát megtanulok csokit gyártani. Nem a készterméket szeretném csak az édességboltból hazavinni, megtanulom, hogy kell megcsinálni. Tapasztalom azt a tudatot, amelyből a tanítás jön. És akkor az ember megtanulja, hogy hogyan kell csokit gyártani, kap egy teherautóval, azt viheti. Mit csinálsz vele? Hát neked biztos sok. Egy részét odaadományozhatod, szegény gyerekek, iskolák, óvodák, stb. Más részét eladod, harmadik részével pedig valami egyebet is tudsz csinálni, raktár, család, stb. Tehát amikor a tapasztalat birtokába kerülsz, akkor tevékeny teremtő részévé válsz az életednek és ennek a világnak. Ez azért fontos, mert itt, Európában nagyon gyakran hisszük azt, hogy mi nekünk valami fix és változtathatatlan sorsunk van. Hogy az ránk van mérve. Hogy sem a kezdet, sem a vég nincs a kezünkben. De a zen második alapelve azt mondja, hogy közvetlenül irányulj a tudatra. Az első volt az, hogy meghaladjuk az írásokat. És hogyha közvetlenül a tudatra irányulsz, és rálátsz arra, hogy ebben a pillanatban mit csinálsz, mit mondasz, mit érzel, mit gondolsz, neked mit mond a világ, mit cselekszik veled, mit gondol és mit éreztet veled, akkor rájössz, hogy ez a tudat teremti az egészet. És ez a tudat bennünk közös. Amit termelünk, az nem. A gyárban mindenki más csokit gyárt, mert mindenki más szeret. De a folyamat az ugyanaz. A massza az ugyanaz. És kiderül, hogy ha tudattól tudatig van kapcsolatunk, akkor tényleg igazi emberi közösséget tudunk alkotni. Legyen az család, legyen az társadalom, legyen egy teljes civilizáció. De ha beleakaszkodunk egymás gondolataiba, érzelmeibe, cselekedeteibe és szavaiba, ha elkezdünk ragaszkodni ezekhez, azonosulni velük, ítéletet alkotni fölöttük, és ugyanezt nem változtatjuk meg, akkor ezek a csokoládéval telt teherautók elkezdenek karambolozni a hegyi utakon. És a rakomány kiborul, és megsemmisül.
Nagyon fontos azt látni, hogy a tudattól tudatig, lélektől lélekig való kapcsolat az a legalaposabb emberi kötődés, egyben a legszabadabb vállalás. Amikor ez a családban megszületik hosszú évek munkája után, akkor már nem tudod pontosan, hogy mi az, ami összetartja, mert annyi mindent tapasztaltatok együtt, jóban, rosszban, boldogan, szomorúan, szenvedésben, egységben, nagyon sok minden történt. Ez olyan 10-15 év. És tapasztaltatok valamit, ami mégis összetartja az egészet. Ez a fajta átadás, ez a Buddha idejében a dharmával nagyon tisztán megvalósult. És mivel az átadás a mai napig folyamatos és több ágra szakadt, ezért nagyon sokféle iskola jött létre. A Buddha idejében a zent gyánának hívták. A gyána a meditáció, az elmélyedés, a közvetlen szellemi tapasztalás szava, szanszkritó. Amikor ez Kínába került, akkor lett channa, utána chan, és ugyanez az írásjegy, koreaiul son és japánul zen. Tehát ez egy meditációs iskola, egy haladási módszer. Ezekkel a paradox történetekkel, koanokkal körülbelül 1500 éve dolgozunk, amikor Bodhidharma a tant Indiából Kínába vitte. És most a bevezető végén elmondom azt a történetet, amelyet Bodhidharma és Wu uralkodó, az akkori kínai császár között jegyeztek föl. Bodhidharma nagyon híres volt. Tehát tudták róla, hogy ő a Buddha tanítását eredeti tiszta mi voltában viszi. 3 évig tartott, amíg Indiából több kikötőn és több állomáson át eljutott a birodalmi fővárosba, és addigra már tudott kínaiul, addigra már a dharmát is kínaiul tudta közvetíteni, és a szútrák azok az akkori birodalmi műveltség részei voltak. Tehát Wu uralkodó ismerte a szútrákat, és az alapján kérdezte Bodhidharmát. Az első kérdés az az erény fogalmáról szólt, mert a Lotus Sutra azt mondja, ha segítjük a dharmát, a megvilágosodáshoz vezető utat, azok képviselőit, azok szükségleteit ellátjuk, akkor az univerzumból ezt a jó cselekedetet visszakapjuk. Ez nem személyes garancia, hanem az ok és okozat működése. Nincs szerencse vagy balszerencse, csak helyesen befektetett, vagy helytelenül befektetett energia, és ebből van a következmény. Ezt a Lotus Sutra gyönyörűen leírja, innen jön az erény fogalma. Az önzetlen segítség az erényt szül, és ez úgynevezett szerencsében, vagy jósorsban, vagy kedvező életeseményekben nyilvánul meg később. Wu uralkodó első kérdése tehát így szólt. Számtalan templomot építettem, számtalan szerzetest támogattam. Mennyi erényt nyertem ezáltal? Erre Bodhidharma azt mondja, nincs erény. Más fordításban semennyit. Ez egy kicsikét meglepte Wu uralkodót, mert ugye ő a végtelennel szerette volna Bodhidharmát zavarba hozni, vagy pedig magát fényezni egy kicsit, hogy hát hogyha végtelen és nagyon sok, hát akkor az erényed is végtelen és nagyon sok. Ehelyett teljesen más választ kapott. Vajon miért? Házi feladat. Tessék rajta gondolkodni. Második kérdés, amely ebből következett. De hát akkor mi a jelentése a szentiratoknak? Bodhidharma erre így válaszolt. Végtelen tér, semmi szent. Ez már egy kicsit sok volt az uralkodónak, és a harmadik utolsó kérdését így tette föl. De hát akkor ki áll előttem? Fogalmam sincs. Más fordításban nem tudó. Ismét más fordításban nem tudható. Ekkor Wu uralkodó azt mondta, semmi közöset nem találok érdeklődésünkben, távozhat. Bodhidharma erre sarkon fordult, átkelt a Yangtze folyón és Shaolinba ment, ahol 9 évig ült a falnak fordulva a barlangban. Amikor Wu uralkodó erről tudomást szerzett, akkor megkérdezte Csi mestert, aki az udvari szerzetes volt, és azt mondta, Csi mester, ki volt ez? Ki látogatott így hozzánk? Azt mondta erre Csi mester, ő volt Bodhidharma, aki a Buddha tudatának a pecsétjét hordozta,
és az együttérzés bodhiszattvájának a megtestesülése. Hát erre az uralkodó nagyon-nagyon elszomorodott, és úgy döntött, hogy egy küldöttséget küld, hogy bodhidharmát visszahozza a barlangból. Erre azt mondta neki Csímester, felség, ne fáradjon. Utána küldheti az egész országot, akkor sem fog visszajönni. Ez a három kérdés és válasz bemutatta azt, hogy az énség eredetileg nem létezik, az ok és okozat törvényét azt látni kell, de mi alakítjuk, hogy pontosan milyen okot hozunk létre, és abból milyen okozat lesz. A császár ismerte a szútrát. Bódhidharma csak zent tanított neki. Nagyon kevés kapcsolódási pontjuk volt. A császárnak három esélye volt, hogy felnőjön a feladathoz, nem sikerült. Nekünk viszont sikerülhet. Azóta eltelt 1500 év. Bódhidharma egyszer megfordult, és a barlang szájában meglátta a tanítványát, Huikót, akinek pár év után átadta a tant. Utána 6 generáción keresztül Kínában lineárisan szépen növekedett, és a 6. pátriárka, Huineng, utána 5 ágra bontotta, és onnan elindult az úgynevezett többvonalú vagy multilineáris tanátadás, és onnantól kezdve a szélrózsa minden irányában legyezőszerűen szépen szétterjedt. Így juthatott el nyugatra is a koreai változat olyan hagyománya, amelyet Sung San Zen mester néha itt tanítom képvisel. Ha most bárkinek bármilyen kérdése van az elhangzottakkal kapcsolatban, szívesen várom. Ha mondanál egy pár példát, hogy te a saját életedben a zent hogyan sikerült beültessed? Én elmondhatom a példákat, de sokat nem fog segíteni. Mondok egyet, és akkor felteszel egy olyan kérdést, hogy a te életedben pontosan mire van szükség, és a zent hogyan lehetne oda betenni. Jó? Én egy olyan családban nőttem föl, ahol mind a két szülőm orvos volt. Apám nagyon okos ember volt, édesanyám pedig nagyon együttérző. Apám kutatóorvos, jóanyám pedig gyermekgyógyász volt. És a helyzet az, hogy aktív korukban természetesen nagyon sokat beszélgettek arról, hogy mi a betegség oka, mi a gyógyulás, és mi a gyógyuláshoz vezető út. És ezt én úgy szépen a vacsoraasztalnál már, amikor csak értettem és hallottam valamit, így éveken keresztül hallgattam. És később visszatekintve, ez pont a négy nemes igazság volt orvosi szemszögben. A bevezetőben említettem az élet, mint szenvedés tapasztalatát, Bhava Dukkha. Ott a szenvedés tényét állapítja meg a Buddha. Utána a szenvedés okára tér, utána a szenvedés megszüntetésére, és a megszüntetés útjára. Úgyhogy azt éreztem, hogy nagyon jól megalapozta az otthoni neveltetés azt, hogy a Buddha tanításaival megismerkedjem. Ugyanis a Buddhát nagyon sokszor a nagy gyógyítónak mondták. És nem azért, mert a testet gyógyította, hanem azért, mert a lelket képessé tette saját maga meggyógyítására. Nem járt ő körül semmiféle fizikai gyógyszerrel, vagy lelki panaceával, hanem az a praxis, az a meditáció, amit ő tanított, és generációkon keresztül ránk maradt, az képessé tette a lelket a saját öngyógyítására, a tudatot a saját letisztítására, és ezzel a saját szellemi autonómiánk realizálására. Ezért apám nagyon sokszor megkérdezte, hogy fiam, mit csinálsz te ott hétfőn esténként abban a meditációs körben? Világos volt több kísérlet után, hogy akármit mondok, az a magyarázat az nem lesz elég. És rájöttem, hogy ezzel a koannal szembesülök csak apám képében. Hogyan lehet megoldani azt, hogy egy nagyon okos tudós semmiféle transzcendens gondolatot nem tud magáévá tenni? Egy egyszer azt találtam mondani, hogy nézd, én tudom, hogy akármit mondok, az nem lesz jó, és nem lesz elég, és nem lesz olyan, hogy azt mond rá, elhiszem, és elég volt. Úgyhogy én csak arra kérlek, hogy mivel én a zennel foglalkozom, és a zennel áthatott életet élek, ha úgy látod, hogy hibázom, akkor szólj. Azóta nem kérdezett a zenről. Ez már a gondolkodás megváltozása, ez már a kapcsolat megváltozása,
Tehát a paradigmaváltás az a gyakorlat része, és amikor látod, hogy természetes módon paradigmát váltasz, akkor a zen gyakorlata elkezd a lélekben gyökeret verni. És beindul ez az öntisztuló folyamat, amikor meghaladod az ellentéteket, akkor új gondolkodásmód, beszédmód, cselekedetmód és érzelmi minták jönnek létre. Ezt te csinálod. Senki nem injekcióz beléd új mintát, új karmát, új gondolkodásmódot és a többi. A zen gyakorlat nem programozza újra a felső három csakrát. Az intuícióra megy rá, a tudattalan kitisztul először, és akkor a tudatos személyiség is másképp kezd el viselkedni, a környezettel összhangban, a helyzetet követve. Egyet tudj, amikor zennel kezdesz el foglalkozni, a lélek kimozdul a kényelmi zónából, és nem megy oda-vissza változatlanul. Tehát elkezdi az útját, akár tetszik, akár nem. A zen tanítóval való találkozás az gyakran kényelmetlen. Miért? Mert érzed azt, hogy a saját szándékodból eljöttél egy zen alkalomra, legyen az dharma beszéd vagy meditáció, amit holnap fogunk csinálni, és már nem úgy mész haza, mint eddig. Már másként mész haza. A lélek elkezdett valamilyen utat járni, persze visszagyömöszölheted a ketrecbe, de az már nem lesz olyan. A palackba újra betuszkolt szellem már nem úgy viselkedik. Én csak azt tudom javasolni, hogy mindenki járja a saját útját, de ne egyedül, ne segítség nélkül. A zen szempontjából a lélek és a szellem között mi a különbség, vagy mondom, mi a kapcsolat? A test az a hardware, a lélek a software, a szellem az az operátor. Tehát minden karma, amit magaddal hozol, az a lélek tartalma. A karmád összessége az a lélek teljessége. De a szellemed, a buddha természeted, az az a valami, ami nem keletkezik és nem szűnik meg, ami látja ezt az egészet. A testnek 5 érzékszervi csoportja vagy csatornája van. Látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. A lélek az nagyon sok funkcióval rendelkezik. Gondolkodik, érez, beszél, cselekszik. A gondolkodás az a 6. szint, amikor fogalmakat hozunk létre, és a tárgyi világra vonatkoztatjuk, akkor mondjuk azt, hogy ez egy bot. Ez a bot nem mondja azt, hogy én bot vagyok, kérlek, hívjál annak. Képzeld el, hogy átviszem a határon, és elkezd mondjuk németül beszélni. Vagy koreaiul. Hát nagyon érdekes lenne. Hány nyelven tud egy zenbot? Hát egyen se. De nagyon sok nyelvi környezet megnevezi ezt a tárgyat, és azt mondja, hogy zenstick, vagy zenbot, vagy palica, hogyha kicsit keletre mész. Ez a 6. szint. Fogalomalkotó, elemző tudat. A 7. azt mondja, hogy ez a zenbot, ez rövid vagy hosszú, jó vagy rossz, enyém vagy másé. Ez a megkülönböztető, minőségteremtő tudatosság. Amikor ez a 7. egy kicsikét alulvezérlődik, akkor nem tudunk helyesen megkülönböztetni. Néha a gyerek ilyen, nem tudja az övét és a másét elválasztani rendesen, a tisztát és a szennyezettet elválasztani, meg kell rá tanítani. Amikor viszont megtanultuk, a társadalom szemében felnőtté váltunk, akkor a megkülönböztető tudatosság túlvezérlődhet, és ekkor ítéletalkotásba megy át a megkülönböztetés helyett. És ekkor szétszabdaljuk a világunkat jóra és rosszra. A kapcsolatainkat jóra és rosszra. Az emberekre címkét ragasztunk, hogy ő jó, a másik rossz. Ahelyett, hogy látnánk a gondolatait, érzelmeit, cselekedeteit és a beszédet. És mindazt, amit a 6. megcímzünk, a 7. megkülönböztetünk, azt a 8. eltároljuk. Ez a 8. tárháztudat. Itt van az összes emléked, és ennek a tárháztudatnak a 95%-a tudattalan. Az 5% körülbelül az a tudatos személyiség. És a 95% az mindaz az azonosulás, amelyet teremtettél a 7., kigondoltál a 6., és érzékeltél az első 5. Ezek archetípusokba rendeződnek, ezek a tudatküszöböt néha verdesik, néha déjà vu-d van belőle,
néha elképesztő eredményeket produkál az, hogy ébertelen voltál, és a tudattalanod érvényesült. Úgyhogy a szellem, amit itt Buddha természetnek nevezek, az nincs ebben az első nyolcban. Az első nyolc tartalma jön és megy, keletkezik és megszűnik. A test és a lélek így áll össze egy érzékszervhez kötött lényé. De a tudatosságod, a szellemed, az látja mindezt. És minél jobban látja, annál megvilágosodottabb vagy. Nagyon világos a test, a lélek és a szellem megkülönböztetése a buddhizmusban, nota bene, hogy az európai filozófia évszázadokon keresztül csűrölte ezeket a fogalmakat, és filozófusonként, vallásonként, stb.ként más-más definíciót olvasol. De melyik működik? Melyik az, ami tényleg a valóságra vonatkozik? Melyik az, ami gondolmány, és melyik az, ami használható? A buddhizmuson belül is nagyon sokféle rendszer van, tehát van, aki a nyolc tudatszintet még többre fölosztja, de az, hogy a Buddha természet az az, amit most mondtam, hogy ezáltal látsz tisztán, hallasz tisztán, beszélsz tisztán, cselekszel tisztán, érzékelsz tisztán, ez nem változik. A Mahajánában ez mind ugyanaz, még akkor is, az emberkép az másképp van interpretálva. De a test és a lélek találkozása az ez a nyolc tudatszint együtt. Amíg együtt vagyunk, így, test és lélek, addig élünk, ez az élet. Amikor a test és a lélek szétválik, akkor nem élünk és nem vagyunk életben. Minél tisztább ez a szellem, minél inkább tapasztaljuk eredeti, tiszta önvalónkat, annál boldogabb, szeretettelibb és szenvedésmentesebb életet tudunk élni ezen a bolygón. A kettő között nagyon komoly összefüggés van. Ha ragaszkodunk bármihez, amely nyolc tudatszintben a lényünké vált, ha azonosulunk a keletkezettel és a megszűnővel, ha azonosulunk a jóval és a rosszal, akkor a tiszta tükörtudatunk eltorzul, akkor az önvalunk helyett az önképünket éljük meg, és ekkor nem látunk tisztán, nem hallunk tisztán, nem gondolkozunk tisztán, és nem érzünk tisztán. Úgyhogy ez az a rendszer, amit a Mahajána alkot, és a zen azt tanítja, hogy ha ebben a pillanatban te tisztán jelen vagy, ha a tiszta térszerű, tükörszerű tudatod tapasztalod, akkor ez a rendszer is jól működik, és helyesen működik. Ha nem, akkor szenvedünk és szenvedtetünk. A tiszta tudat fenntartása, vagy tehát egyrészt megtapasztalása, de fenntartására szerettem volna, hogyha mesél nekem. Konkrétan kérdésem van, hogy én már azt hittem, hogy itt előítélet, ítélet, alkotás mentesen próbálok élni, viszont hát van, amikor sikerül, van, amikor nem nyilván, de mikor valakit tapasztalok, hogy ítélkezik, vagy előítélettel fordul egy témához, akkor nagyon türelmetlen és ideges leszek. Hol van a tiszta tudat? Hogyan? Akkor sehol. Igen. Akkor sehol nincs. Csak hogy hogyan akkor csak türelmetlenség fel. Van. Így van. Igen, első és legfontosabb mozdulat az, hogy a mozdulatlanhoz visszatérsz, és látod a türelmetlenségedet. Tehát akkor az utolsó lépés a visszalépés? Nem, az első. Látod a türelmetlenségedet, és azt is, hogy mi okozza azt. Tehát mik azok a lelki mozgató rugók, amelyek téged türelmetlenné tesznek, ezáltal a pillanatból kivesznek, és a dualista hullámvasútra felültetnek. Én ma nem voltam türelmetlen a sorompónál, hanem felhívtam Csabit. És megkérdeztem, hogy ez a sorompó meddig szokott zárva lenni? Csak hogy tudjam. Azt mondta, hogy hát van úgy, hogy málnásra, amikor bejön a szerelvény, akkor már lezárják. És akkor hozzá van adva az az idő, amíg az utasok felszállnak, meg leszállnak. Na most itt a peron és a kocsi között elég nagy a szintkülönbség. Sok lépcsőt kell megmászni, és hogyha nagyon sok csomaggal szállunk le, meg föl, ez eltart egy ideig. Én olyan türelmes lettem, hogy csak na. Egyébként én is szoktam a sorompóknál türelmetlenkedni. De rájöttem, hogy attól nem nyílik fel hamarabb. Tehát nézd meg azt, hogy a valódi ok és okozat működését tudod-e olyan irányba befolyásolni, hogy helyesen gyorsuljon föl az eseménysor.
Néha szükség van erre, mert nagyon sok ember úgy érzi, hogy várnom kell valami külsőre, valaki külsődre, másra, és nem öntevékeny, és nem kezdeményez. De ha te igen, akkor nem az a dolgot, hogy türelmetlen légy, hanem hogy vond be őt abba az energiába, amely által ő is tevékenyebb lesz. És ekkor nem alakul ki olyan drasztikus különbség a környezeted és közted. Nagyon fontos meglátni, hogyha az ember állandóan türelmetlen, akkor szépen körbe-körbe forog. De valójában nem ér el semmit. Tehát cselekedj helyesen, beszélj helyesen, gondolkodj helyesen, érezz helyesen, és ekkor a türelmetlenségből haladás és cselekvés lesz, és eredmény lesz. Nagyon fontos látni azt, hogy milyen eredményt szeretnél, azt milyen úton éred el, hány lépésből. Fordítsd le a türelmetlenséget kezdeményezésre, és akkor működik. De ha csak másra vársz, és más miatt frusztrálod magad, és a külső események sebességétől függsz, mindig türelmetlen maradsz. Köszönöm. Szívesen. Meg szeretném kérdezni, hogy az a tudat alatti 95%, amit említettél, arról fontos-e tudni, hogy karmikus vonalon kerülte bele az életünkbe, mondjuk a jelen problémák, vagy pedig a jelen életünkben megtermelt gondolatainknak a kivetülései a jelen problémáink. A második kérdésem pedig az lenne... Nehogy elfelejtsem az elsőt, hát türelem. Mondj nekem egy olyan utat, ami nem karmikus, és nem ok és okozati módon termelte ki azt a 95%-ot. Fogalmam sincs. Az a kérdésem. Ügyes vagy, nagyon jó. A fogalmam sincset tartsuk meg, mert hogyha nem gondolkodsz, kevesebb karmát termelsz. Amikor te sors értelemben használod a karmát, akkor leszűkíted az értelmét és a működését. A sors az az átláthatatlan karma. A sors a kényszerpálya. Az ázsiai értelmezésben a karma az a cselekedet és a következménye, a gondolat és a következménye, az érzelem és a következménye, a beszéd és a következménye. Ez a négy nagy csatorna, amin keresztül mi közlekedünk a világgal. Sőt, a látás és a látottak, a hallás és a hallottak, a szaglás és a szagoltak, az érintettek és az érintés. Ez mind-mind karma. Mert van eredet és van következmény. Ez mind karma. Az azonosulás csinál belőle ént. Az átláthatatlanság csinál belőle sorsot. Tehát világos, hogy csak valami karma útján keletkezhetett az a 95%, mert önmagában nem létezik. Egyik legfontosabb tanítás az, hogy a jelenségek önmaguktól nem léteznek. Nem keletkeznek és nem szűnnek meg, nem tiszták és nem szennyezettek. Ez a meghaladó bölcsesség szíves szútra egyik legfontosabb passzusa. Világos, hogy egy okozati működés következtében keletkezett minden, amit tudsz, vagy nem tudsz, amely a tudatos személyiséged, vagy a tudattalanod. A zen az nem tervez utazást a tudattalanba, inkább azt mondja, hogy próbálj meg jelen lenni ebben a pillanatban tisztán. És az az érdekes, hogy ezen erőfeszítés közben te mindent megtapasztalsz, ami ennek az akadálya. Ami a tudattalamban ezt nyomja vissza, ami leválaszt erről a pillanatról, ahol a megoldatlanságaid vannak, és ezért zseniális a dolog, mert nem kell itten hullámvasutazni, szellemvasutazni, időutazni, regressziózni, semmilyenre nincs szükség, csak próbálj meg itt lenni, azt figyeld meg, mi lesz az eredmény. Az lesz az eredmény, hogy a múltad összes problémája megjelenik szépen sorban. Egymás után kérik a mikrofont, azt belebeszélnek. És ez azért van, mert a tudatodban van egy hierarchia, ez a boldogság és szeretet hierarchia. Mi az, ami a legjobban hozzájárul, ki az, aki a legjobban hozzájárul, és ki az, aki a legnagyobb ellensége vagy akadálya ennek. És ezek a kérdések szépen fontossági sorrendben, fájdalom erősségi sorrendben felmerülnek. És akkor a válasz is fölmerül, mert egy alaptörvényt szeretnék neked mondani, ahol az alfa, ott az omega. Ahonnan a kérdés, onnan a válasz. Ehhez nem szoktunk itt hozzá. Azt hiszük, hogy mi kérdezünk, aztán majd csak valahonnan jön a válasz is. De tapasztald csak meg a pillanat tisztaságát, Buddha természetet tisztaságát, és ebben a tükörben látszik, hogy ahonnan a kérdés, onnan a válasz. Csak legyen türelmed, legyen jelenléted.
és várd meg, amíg az intuíciód a felszínre dobja a tudattalamból pontosan azt, amire a kérdésnek szüksége van. Honnan tudod, hogy a sok-sok zajból mi volt a jel, a sok-sok lehetőségből mi volt a válasz? Onnan, hogy a kérdés mellől a válasz nem mozdul el, holott nem nyúlsz hozzá. Nem tapasztod őket össze. Nem fogod meg, és nem is taszítod. Nagyon sokszor ilyen tetsző gondolatok és érzelmek jelennek meg, szép emlékek és egyebek. És akkor, jaj, hát ez biztos így volt. De ha elengeded, elmegy, és a kérdés nyitva marad, mert kiderült, hogy áltatni óhajtottad magadat, amit a tudatod nem engedett egy idő után. És akkor van olyan emlék is, ami iszonyatosan fáj, és nem szeretnéd, hogy az legyen, de mégis az marad a kérdés mellett válaszként, és el kell tudni fogadni, kivenni belőle a fájdalmat, mert a fájdalom az egy reakció erre, és akkor kiegészül, és szépen visszamegy a helyére, és többet nem jelenik meg. A meditációban ez a lélek öngyógyítási folyamata, nem más, hogy megjelennek a megoldatlanságaid, és a tiszta jelenlét türelmes elviselésével a válasz megjelenik, kérdéssel találkozik, és szépen visszamegy a helyére. Kész. Ez egy spontán folyamat. Igen, köszönöm. Második kérdés. Hát ez lett volna, hogy akkor kell hagyni, hogy az életünkben felbukkanó fájdalmak kapkodják a mikrofont egymás után, és szépen nem megoldott. Engedjük a mikrofont senkinek! Tehát, hogy nem kell megtanulni sorsot átírni, úgymond nem kell. Ezt a pillanatot kell tisztán élni, az majd átírja a sorsot is. Köszönöm. Ja, igen, még egy kérdésem lehetne, hogyha szabad. Ez így már drága lesz, nem mondjuk. Na. De azt hiszem, hogy válaszoltál. De azt hiszem, hogy fel akartad tenni a kérdést. Igen, hogy hogyan lehet elérni az érzelmi függetlenséget más... a zen segítségével. Igen. Az érzelmi kötődést. Emberekkel, gondolatokkal. Köszönöm szépen a válaszait. A zen kérdésekkel dolgozik. Van bevezető tudás, de a kérdések nagyon fontosak. És ilyenkor le kell ülni a szobád magányában, kérni egy kis időt, hogy senki, se kutya, se macska, se pár, se anyó, se apó, senki ne zavarjon. Leülsz és felteszed a kérdést. Ki a párom? Ez úgy letakarítja az összes ilyen bonyolult érzelmi reakciót, az anyám. És enged, hogy a kérdés kinyissa a lelket, és merd elviselni azt, hogy szabadon lélegzel. Az nem jelenti azt, hogy rögtön ki a szoba túloldalán radikális változásokat kell létrehozni, vigyázzunk. Enged, hogy a folyamat szépen elinduljon, letisztuljon, és ez a kérdés nyugvó pontra jusson benned, na de utána, amikor van egy válasz, ami nem mozdul el a kérdés mellől, az a lélekből jön, azt viszont követni kell. Akkor meg az a feladat. És nem kételkedni benne, mert engedted azt, hogy egy pár hét, egy pár hónap alatt az letisztuljon, és a saját kétségeid, reménytelenség, frusztráció, egyéb problémák úgy letisztuljanak, és elmenjenek onnan, mert ezekkel az érzelmekkel nem lehet megoldani az érzelmi problémákat. Tehát engedni kell letisztulni. Ezért gyakoroljuk a meditációt is formálisan. Ezért van leborulás, éneklés, ülés, meg ilyen koanpraxis a tanítóval. Azzal a tanítóval, aki az illúzió veszteséget okozza neked, és ezáltal a lélek tisztulását és a tudat megerősödését segíti. Jó? Kiskorom óta rengeteget álmodom, szinte mint, tehát lehet mondani minden éjszaka, hajnalban emlékszem is rájuk, viszont néha sok. Életem nagy döntéseiben sokat segítettek, viszont nem tudom levezetni. Néha a hatásuk alatt vagyok, és hogy hogyan tudnék magamon segíteni, hogy egy picit nyugodtabb legyek néha, mert azt érzem, hogy ha álmodok valami nagyon rosszat, akkor az végigkísér, hogyha valami jót az is, de hogy rengeteg az álom, és nem tudom, hogy mitől. Meg kell látni, hogy ki vagy mi álmodik, hogy te álmodsz, vagy a vacsora. Nem mindegy. Tehát, ha így jó kis tőtött káposztát megeszünk, vagy kis nehezet, akkor aztán olyan bika kergetés van, meg kátrányban sprintfutás. Na, ezek a kémiai álmok, amelyeket az emésztőrendszer hoz létre. Aztán vannak olyan álmok, amelyek a tudatnak így az öntisztulását szeretnék elősegíteni, mert amit nappal nem dolgoztál föl, azt a tudattalanod a felszínre dobja,
és az álom állapotában kicsit megforgatja, és utána visszamegy a helyére. Ez nem jelenti azt, hogy sikerült, csak elkezdett a tudat úgy működni, mint a tehén. Tudod, hány gyomra van a tehénnek? 4. Bendő, recés gyomor, aztán kérődzik, százrétű gyomor, oltó gyomor. Na, így tudja megemészteni azt a hatalmas mennyiségű növényt, amit legel. Hát a tudat, hogyha nem meditál és nincsen éber állapotú tisztulása, akkor kérődzik. És felkérődzi néha nappal, néha éjszaka, de éjszaka az álomciklust, vagy a gyors szemmozgásos ciklust, azt ugye azért használjuk spontán, hogy a felvett tudattartalomtól egy picikét megszabaduljunk, egy picikét megemészszük, és ne kattanjunk meg tőle. Aztán vannak a jelzésértékű álmok, amikor az történik, hogy úgy ébredsz föl, hogy na hát most ezt kell csinálni. Most ezt kell csinálni, mert az álomból erre emlékszem, hogy ezt kell csinálni, nincs sztori, csak egy ilyen imperatívus, egy érzés, egy mondat, és kész. És a negyedik, azok a komoly előrejelző álmok, és az pedig olyan, hogy egy klip, egy kis videófilm az emléktárgya, lineáris időben rendkívül rövid, néha pár másodperc, pár vágás, pár jelenet, de a tartalma elképesztően mély. És ha ezt a tartalmat megfejted, akkor az álom üzenete szépen kibontakozik, és erre azért volt szükség, mert megint csak nem fordítottál elég időt a tisztánlátásra éber állapotban, ezért kaptál egy kis üzenetet, hogy honnan, azt nem tudjuk. Belül, kívül, tudattalan, teljesen mindegy, de kaptál egy nagyon fontos e-mailt, tessék kibontani, kinyomtatni, feltűzni a fali újságra, és megérteni, megérezni, hogy ez miről szól. Tehát az álmok, azok a tudatnak így a különböző szintű akár pótcselekvései, akár jelzései, akár valami nagyobbnak a megérzése, mint saját magunk. Ezekkel úgy kell bánnunk, hogy az éberséget és az éber állapotunkat erősítse és kiegészítse, és ne pedig ugye levegyen belőle, mert akkor az álomvilág és az éber tudatállapot az elkezd egymással ellentétes lenni, tehát nappal te ne gondolkodj az álmaidról. Van egy időszak, például a reggel, amikor leülhetsz meditációs pozícióba, és a szokásos gyakorlat segítségevel, amely akár a térés a hangfigyelése, akár egy zenkérdés föltétele, akár egy mantra ismétlése, a tudat egy világos, tükörszerű állapotba kerül. Ekkor, ha esetleg a tudat már kicsit lenyomta volna a tudat küszöb alá az álmot, akkor az följön. A legfontosabb álmokra emlékszel. Emlékszel, úgy mész fogat mosni, vagy a mellékhelyiségbe, hogy ott van a film benned. Hogyha túl erős, akkor belebotlasz az ajtóba, ami már 15 éve csonnékül keresztül mentél. Ezeket ki kell tudni bontani, ezekre időt kell szánni, és a gyakorlat az egyetlen egy környezet, a meditációs környezet, ahol a tudat ilyen tiszta, tükröző állapotba tud kerülni. Nagyon fontos, hogy analitikus gondolkodással nem piszkálunk hozzá. Nem akarod megérteni, nem akarhatod szétvágni az analitikus éles intellektusoddal. Mindig a sorja leesik, mindig valami hiány lesz. Engedd, hogy az álom megmutassa magát. Ugyanez, ne táplálj érzelmed felé csak azért, mert bizonyos képsorok vannak benne. Tartóztasd meg magadat a jó és a rossz kategóriáitól. És enged, hogy az álom megmutassa magát. És ilyenkor egy nagyon szép kérdést fel tudsz tenni, hogy mi ez? A tudat az álomra irányul, és úgy marad meg a pillanatban, úgy marad meg a tisztánlátásban, hogy felteszi a kérdést, mi ez? És megmaradsz benne. És akkor ez a picike kis folt, ami az álomélmény, az emlék, elkezd szépen megnagyobbodni, megmutatja a környezetét, miből táplálkozik és mit táplál, honnan jön és hová megy, mivel és kivel van kapcsolatban. És amikor ez a látás kellő mélységet, kellő, azt mondom, komplexitást elért, akkor belül az, hogy kész. Köszönöm. Szívesen. Az volt a kérdése a fiúnak, hogy mi a lélek és a szellem, és az volt a válaszot, ha jól emlékszem, hogy a karmánk összessége a lélek. Így van. Na most már a lélek gyógyászat, akkor karma gyógyászat. Az.
ha ismered a darmát, tudod gyógyítani a karmát. Mert a karmák tatvája, működési módja az a törvény, és a törvény a darma. Én azt hiszem, hogy úgy értettem, hogy nem gyógyítanunk kell, az is jó, ha gyógyítjuk a karmát, mert elviselhetőbbé tesszük, hanem hogy nem kell azonosulni itt a lány. A nem azonosulás beláttatása az az egyik végső kezelés, az elviselhetővé tétel az azért kell, hogy a tünetek ne nyomjanak minket agyon. Az a közbelső lépés. Igen. És néha arra is szükség van, hogy egy kis boldogságszérummal fájdalmat csillapítsunk, mert aki ordít és üvölt, azt nem tudod leültetni a vánkosra, hogy akkor most forduljál befelé. Nem. Az egy viszonylag nyugodt és rendezett állapot kell, egy olyasféle közép út, hogy látszik, érződik, hogy még nem rendezte belül, de már nem üvölt kínjában, és akkor lehet gyakorolni. A zen meditációval foglalkozva az íráskészség és a versírásra milyen hatással van hosszú távon? Nyilván a transzcendensből jön le valami, de hogy valószínűleg azért valamilyen változás csak beindul, és ez engem izgat. Költőnő vagy? Hát... Verselgetsz? Írogatok, igen. A cikkírással, amióta felhagytam, talán intenzívebben. Nagyon jó. Elmondom, jönnek. Hogy nagyjából a művészi folyamat hogyan zajlik. Amikor zennel kezd el foglalkozni a költészetre és művészetre hajlamos egyén, már alkothat, még nem kell, hogy alkosson, de már úgy valami meglendült a toll végén, akkor elkezd nagyon komolyan átrendeződni a lélek, és ezen közben az íráskészség és a tehetség eltűnni látszik. Van egy ilyen fázis, amikor úgy érzed, hogy az összes motivációd elment, azok a tüzek, amelyek a lélekben égtek, kihunytak, azok a csillagok, amelyek az ihletet adták, már nem világítanak neked, és valamit be kell járni, nem tudod, hogy mit és milyen hosszan ahhoz, hogy ez újra megtörténjen. És ezen a szakaszon, ami a léleknek az éjszakája, keresztül kell menni. Olyan bátran és annyira eszköztelenül, amennyire csak tudsz. Nézzünk rá a művészvilágra, ha nem jön az ihlet, akkor valami kémiával rászoktunk segíteni. És én azt javaslom, hogy ne segíts rá. Termelt ki az ihletet, termelt ki az újabb motivációt, és az engyakorlat, mivel elvisz az intuitív rétegig, elvisz a jelenségek gyökeréig, elvisz a művész tehetségének a forrásáig, ezért az út oda vezet, hogy nagyon minőségi, nagyon szép művészet lesz belőle, csak kitartás, türelem, bátorság. Menj keresztül a saját sivatagodon ahhoz, hogy eljuss a szavannába, eljuss az oázisba, és akkor működni fog. De ez mindennapi gyakorlat. Miért? A tehetség, ahogy Platón mondta, a lélek daimonja, az könyörtelen. Tehát ha tehetséges vagy, az legalább akkor a kötöttség, mint szabadság, mert a tehetség törvényeit be kell tartani. És sok művész tragédiája, hogy nem ismeri a tehetség törvényeit. És ezek nagyrészt iratlanok. Ezek a lélekben gyökereznek. Nagyon kevés támpontot kapsz még a művészet pszichológiától is arra, hogy a lélekben hogyan működik a tehetség. Tehát gyakorolj, érj el a tiszta forrásig, és amikor ott vagy, akkor természetes módon megmutatkozik megint az íráskészség, az ihlet, az a fajta hevület, az a karizma, ami egy jó művésznek a sajátja. És akkor meglátod, hogy mivel nem ugyanabból a forrásból dolgozol, mint korábban, sokkal kevésbé kimeríthető, sokkal kevésbé sematikus, sokkal spontánabb, intuitívabb, és akkor a tehetség eszközeit, mert annak vannak materiális, képzettségből fakadó eszközei is, másképp fogod alkalmazni. És akkor megengedheted, hogy a művészetté válj. Aki ezt korán megengedi, azt a démonai megölik. Nagyon sok művész halt meg így. Tehát tisztuljon le a tudat, váljon világossá az intuitív, nagyon finom, misztikus teremtés, és amikor ez letisztult, akkor átadhatod magad neki. Egy gyereknek a tanításuk szerint mikortól van akkor
Tehát a fogantatástól, vagy a születéstől fogva van neki tanítás. Tehát a zen az egyik leggyermekbarátabb tanítás, mert nem mondja meg, hogy a gyermekeket tanítani kell-e vagy sem, hanem mindig rábízza a szülőkre, hogy mikor látják meg a gyermekben azt, hogy lehet tőlük fontos dolgokat kérdezni. Akkor lehet tőlük fontos dolgokat kérdezni, amikor erre érettek, és ők is hasonló kérdéseket tesznek, vagy csak máshonnan, az ő éretlen gyermeki személyiségéből. Nem mindegyik gyermek éretlen, de a felnőtt, hogyha tényleg gyakorolt és a zent vagy egyéb hagyományt magáévá tett, akkor ő érettebb a gyermeknél. 99%-ban ez így van. Az 1% az nagyon más, azzal most nem foglalkozunk. És akkor látod, hogy a gyermek érett arra, hogy bizonyos zen kérdések vagy létkérdések azok felmerüljenek. Vagy megjelennek olyan problémák, amelyeket úgy érzel, hogy szellemibb eszközökkel lehet megoldani, mint korábban. Az alaptörvény, hogy a gyermeket a felébredés felé segítsd az élet eszközeivel úgy, hogy a hagyomány az utolsó pillanatig ne jelenjen meg külön formaként. Tehát a gyermekkel játszunk, elviszük utazni, adunk neki jó neveltetést, sportot, jó életet, stb. És ezzel viszed a megvilágosodás felé. Az ok és okozat láttatásával, a megfelelő érzékszervi környezet és tartalom biztosításával magyarul helyesen neveljük a gyermeket. Ez már az út része. És hogyha van rá affinitás, akkor elkezd foglalkozni vele, de alapvetően azt kellene látnunk, hogy a gyermek lehozta a saját lelkét ide. A saját útját fogja járni. Azért született hozzád és a párodhoz, mert itt tudja aktiválni a karmáját, itt tudja folytatni a legjobban azt, amit az előző élete végén felfüggesztett. A birtoklás egy ideig a védelmét szolgálja, de utána, ahogy nyílik ki a tudata, meg kell válaszolni a kérdéseit, és engedni kell az útján menni. És ez nagyon sok szülői ösztönt fölülír. Fölülírja a biztonság állandó kényszerét, fölülírja a birtoklás kényszerét, fölülírja az azonosulás ösztönét. Itt kell szembesülnünk azzal, hogy eredetileg nincs öröklődés. Egymás nevelése és tanítása viszont van. Nincs olyan, hogy te az egoitásodat beleinjekciózod a gyerekbe, de motiváció van. Tanács és tanítás van. Nem tudja semmelyik szülő sem elérni, hogy a gyermek az álmait teljesítse, és olyanná váljon, amilyen ő szeretné. De ezen erőfeszítés közben, ha jól csinálod, akkor a gyerek a felébredés felé, az önállóság és együttműködés felé fog haladni. A tudatosság és a teljes élet felé fog haladni. Miért? Mert engeded, hogy belül az útja megnyilatkozzék. Hozzásegíted ahhoz, hogy megtalálja önmagát, megtalálja az útját. Ha így engeded el, akkor hálával telt szívvel egy napon visszajön. Ha az előbb említett szülői reflexeket, megszokottságokat kell szerencsétlennek fölülírni, és erővel eltépi magát az otthontól, mert nem akartad elengedni, akkor csak kényszerből fog visszajönni, valamilyen társadalmi konformitásnak engedve, születésnap, névnap, karácsony, húsvét, stb. De nem azért, mert szeretne, hanem azért, mert a társadalom ezt várja. És ez nagyon más. Az elengedés és a szabadság az nagyon jó következményekkel tud járni, mert az illető felismeri a felelősségét, és szabadon fog kötődni. Tehát szabadon fog kötelmeket, kapcsolatokat létrehozni, és ugyanezt a szülővel újra tudja élni. De ha nem hagyod önállósodni, és nem hagyod az útján menni, és nem segítetted ehhez, hanem el akartad téríteni az álmok birodalma felé, a te álmaidat megvalósítandó, a gyerek ezt előbb-utóbb felismer, és nem kér belőle, mert ez nem én vagyok, ez nem az én utam, nem az én életem. Úgyhogy az individualizációnak óriási jelentősége van, a tudatosodásnak óriási jelentősége van, és ezt nem csak az ázsiaiak mondják, hogy az énséget föl kell ismerni, és helyesen kell működtetni, hanem bizony nyugaton már a jungiánus iskola rájött. De nézd meg Jungnál az individuáció fogalmát, és csodát látsz. Egyéb kérdés? Hogyan lehet kijönni minden napi játszmákból, úgyhogy nem gondolkodunk? Hát csak úgy lehet úgy, hogy kijönni a játszmákból, hogy nem gondolkodunk. És mindenféle stratégiát ismerve nem belemenni a játszmába, és nem is gondolkodni tovább.
Hát a kérdésed nagyon jó volt, benne van a válasz is. De amikor nem működik, tehát akkor is belemész a játszmába. Akkor is miben tudok magamon segíteni, az önkontrollt is átlépem, még akkor sem menjek, mert tudom, hogy magamnak okozok vele bajt. Okos vagy, tudtad? Ez az okosság a probléma, amikor átléped az önkontroll határát, mert nem csak, hogy átléped, meg is magyarázod magadnak, hogy miért. Mert a szakmám. Ugye? Tehát vigyázzunk, hogy a kulcs pillanatokban nem a racionális tudat vágyalt el gyönyörűségeire kéne hallgatni, hanem megnézni azt az irányt, hogy merre megyek. És akkor játszma mentesen tudom azt csinálni, és akkor nem is vagyok más játszmák áldozata. Nézd meg azt, hogy mikor történik az, hogy úgy érzed, hogy játszanak veled. Pontosan akkor, amikor megengedted belül a saját játszmáidat. Ismerős? Persze. Tehát nekem ez az egyik problémám, hogy belemegyek olyan játszmákba, amiket tudom, hogy el fogom veszteni. Hiába az önkontroll, és mégis. Kerülj be egy teljesen világos, játszmamentes helyzetbe, mint például egy meditációs szoba. És akkor kiderül, hogy a tudat hogyan kezdi a játékot, és hogyan fejezi be. Általában, hogyha a tudat nem tiszta, akkor a teremtés és teremtettség első pár réteget nem látjuk. Hanem a másod, harmad, néha negyed réteget látjuk elsőként. Hogy te már ott vagy a buszon, és mész Csíkszereda felé, de hogy váltottad meg a jegyet, és hogy szálltál föl rá? Tehát már valamilyen játszmának a része vagy, és rá nem jössz, hogy hogyan, miért, mert a tudat nem elég tiszta, a belső expozíció zársebessége túl hosszú, és nem tudtad a pillanatot nagyon tisztán látni, hogy mikor kezdődött el a játszma. Elmondom a titkot. A játszma mindig most kezdődik. Ha ez a most világos, akkor tartózkodni tudsz, és nem kapcsolod be. Másik jó hírem. A játszma mindig most fejeződik be. Most fejezd be. És akkor minden rendben van. Na most a kérdés az, hogy lehet-e játszmamentes életet élni? A kérdés az, hogy mit akarsz? Ha úgy akarod, lehet. Ha nem úgy akarod, akkor nem az lesz. A hagyomány szerint 4 nagyon nehéz dolog van. Az egyik emberi testbe születni, találkozni a darmával, találkozni a tanítóval, és elérni a megvilágosodást. Járjuk az utunkat, segítsünk másoknak is, hogy járják az útjukat. Nem tudtam, hogy megmárjam-e kérdezni, de végül is megkérdezem. Nekem lenne egy kérésem, hogyha tudnál beszélni az N4. Törvényéről, az átadásról. Tudattól tudatig történő átadás, amely nem ceremónia függő. Tehát attól te nem leszel valaki, hogy egy ilyen lófarkas legyezőt kapsz meg pár kalligráfiát a rizspapírra. Ha van tudattól tudatig való kapcsolat mester és tanítvány között, akkor valóban van átadás. Hogyha tényleg felébredtél arra a tudatszintre, ahol a tanítód van, vagy legalább a közelében vagy, akkor a tanítód ezt meglátja, és honorálja a sok-sok év munkáját, és megkapod a tant is. De akkor felelősséget is kaptál a látszólagos szabadság mellé, hogy megvan a név, megvan a rang, és akkor mit csinálsz vele? Lobogtatod? Hát az nem jó ötlet. Használd föl szépen, minél kevesebben tudják, annál jobb, és akkor te majd teszed a dolgodat. Azt szeretném kérdezni, hogy ha tudatában vagy, hogy ragaszkodsz, az egészséges ragaszkodás, illetve mi az egészséges ragaszkodás, vagy van-e? Mihez ragaszkodsz? Pálinkás pohár, vagy vizes nem pohár? Tárgyakhoz. Nem mindegy. Emberekhez. Hát az nagyon-nagyon-nagyon nehéz így szépen általánosan megválaszolni. Nézd meg, hogy a másiknak mi jó. Kezdjük itt. Jó az, hogyha ragaszkodsz a másikhoz, vagy nem? Jó az, hogyha a másik ragaszkodik hozzád, vagy sem? Emberekkel tudod, mit lehet a legjobban csinálni? Beszélgetni. Az nagy részt ártalmatlan. Tehát leülsz és megbeszélitek, hogy mennyire ragaszkodjunk mink egymáshoz. Jó? Ez segít. A zentantás szerint van olyan, hogy veled született életfeladat, amit te leszületésed előtt fölvállaltál, és visszaemlékszel rá, vagy sem?
hogy lejöttél ide. Ha azt mondod, van hiba, ha azt mondod, nincs, az is hiba. Tehát szokásaink, azonosulásaink, tendenciáink vannak, amelyeket korábbi életeinkből hozunk magunkkal. Ezért is látszik, hogy az egyik gyerek gyorsabban fut, a másik gyorsabban gondolkodik, egyik érzékenyebb, másik jobban hal, stb. Stb. Tehát ezek a tendenciák és tudatműködések, ezek korábbi karmák következményei. De az, hogy te ezzel mit csinálsz, az a jelenlegi tudatosságod függvénye, a környezet függvénye is ám. Ekkor számít ám sokat apuka és anyuka, hogy a felszínen hozza a gyerekben, hogy mi a tehetsége, mi a kötelessége, mi a szabadsága, mi a hátránya. Tehát ezeket az élet előbb-utóbb megmutatja, csak a szülői háznak rettenetes nagy felelőssége van, hogy ez ott derüljön ki, és a szülők segítsenek ebben. Mindegyikünk magunk választja az élet feladatát. De a karmájával választ, és a karmája függvényében választ. Tehát ezért tűnik úgy, hogy jaj, hát ez meg volt írva, meg lehozta, meg egyebek. Hát Mozart nem tudott nem Mozart lenni. Hát olyan tehetséget hozott le, hogy ez mint a rakéta, egy ki volt lőve, és akkor csak zenész, el is vitte hamar. Vigyázzunk ezzel a tehetséggel. Nézzük meg, hogy milyen tendenciákat hoztunk le, milyen szokásokat, milyen hajlamokat, és tegyük azt a megfelelő környezetbe. Volt olyan, hogy szülők megkérdeztek, agresszív volt a gyerek, de nagyon agresszív. Olyan szuper agresszív, hogy már 7 évesen elemi iskolában mindenkit szétvert maga körül, és azt mondtam, hogy ha ezt így ki akarják belőle nevelni, akkor egy gyerek valószínűleg sérülni fog, és minél jobban sérül, annál jobban a környezetén ezt le akarja verni, tehát egy negatív spirált fognak elindítani. És be kell őt tenni egy harcművészklubba. Jó kemény harcművészklubba. És ekkor az erőszakból erő lesz. Tehát a karmánkat, a hajlamainkat megfelelő környezetbe kell tenni, és ekkor ezek szolgálják az utunkat. Ha nem, akkor mi vagyunk kiszolgáltatva a saját karmánknak. Van-e a zennel rokon módszer, ami lényegében ugyanaz, de módszerben más? Van. Más. Van. És hogy melyek ezek esetleg erről? Ha egy érdekes neve van, úgy hívják, hogy zen. Módszerekben különböznek, de a lényege a zen. Tudod, hányféle zen van? Nagyon sokféle. Van japán, koreai, kínai, malajziai, indokínai. Egyiket úgy hívják, hogy chan, másikat úgy, hogy son, harmadik, hogy tien, stb. Rengeteg közül tudsz válogatni. Viszont, ha te is kérdeztél, akkor én is kérdezek. Ha kiválasztottad, mit kezdesz vele? Gyakorlom. Nagyon jó. Hát akkor erre is van lehetőség holnap. Megköszönöm mindenkinek a gyönyörűséges figyelmét és a jelenlétet, és remélem, hogy a közös gyakorlatunk oda jut, hogy mindannyian elérjük a felébredést, és megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől. Még neked is lehetséges, hidd el! Köszönöm a figyelmet!